Iratkozz fel te is a Manya meséjére. Sok olyan dolog, képződmény, építmény van a világban, amelyek már nemhogy évtizedek, de évszázadok óta izgatják a fantáziánkat, ilyenek a múmiák, a piramisok, a maják földjén található rengeteg csoda, vagy éppen a Stonehenge is, és még hosszasan lehet sorolni. Ha már ugye ennyire izgalmas ez a számunkra, akkor természetesen mindenféle teóriákat szövünk arra, hogy hogyan kerültek oda, mert hát gyakran ez sem tisztázott, és hogy egyáltalán hogyan éltek, mit csináltak a régi emberek. Scheffer Krisztával, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főmuzeológusával többek között ezekről is beszélgettünk. Ami engem nagyon izgat, hogy miért izgat minket, embereket ennyire a régi misztikum, a régi kultúrák? Szerintem egyrészt azért, mert mindig is kíváncsiak voltunk, hogy hogy élnek a régiek, meg hogy éltek. Másrészt meg, mert van ebben valami nagyon, nem is tudom, idegen dolog, hogy emberi maradványokat nézünk, meg próbáljuk kitalálni, hogy hogy éltek. Kicsit ez olyan perverz. Igen, azt akartam, hogy egy kicsit ez olyan perverz, hogy a halottak tetemeit nézegetjük. Figyelj, ez valahogy szerintem olyan dolog, hogy ezzel azt gondolom egy kicsit, mintha a halálnak az arcában röhögnénk, hogy na, tessék, vagy valami ilyesmi. Nem tudom pontosan, ezen már egyébként én is gondolkodtam. Viszont, hogy izgat az tény, hiszen gyakran tartotok például konferenciákat, mint ami most is lesz majd júliusban a múmiákkal kapcsolatban, és azon gondolkodtam, hogy mit lehet ennyit és ennyiszer beszélni a múmiákról. Ilyenkor mi minden történik? Ó, rengeteg minden. Ez 2019-ben kezdtük el ezt a konferenciásdit a múmiákkal kapcsolatban. Nagyon sok mindent meg lehet tudni egy múmiának a vizsgálatából. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy például az öcsiről mi mindent tudunk, meg azt is, hogy mit vacsorázott utoljára. Ugye már számtalanszor vizsgálgatták különféle technikai eszközökkel a már ugye felfedezett múmiákat, amire hát tényleg elképesztő módon vigyáznak a világ minden pontján. Nagyon szigorú szabályok vannak arra, hogyan lehet őket tárolni, kiállítani, legalábbis én így tudom. Igen. És hogy még ezek után is fel lehet róluk fedezni új és új dolgokat, és tudunk kapni új és új tudást? Igen, mert hogy ezek a vizsgálati eszközök meg anyagok, ezek változnak és fejlődnek. Ugye eleinte kicsomagolták és megnézték őket, hogy hogy néz ki. Aztán jöttek a mikroszkópok, aztán jöttek a röntgengépek, tehát mindig van újabb és újabb vizsgálati lehetőség. Mik azok a legérdekesebb dolgok, amiket eddig te megtudtál a múmiákkal kapcsolatban? Szerintem nagyon izgalmas megtudni, hogy hogyan és miként éltek. Ugye egy-egy embernek a megmaradt fogából nagyon sok mindenre lehet következtetni. Milyen környezetben élt, volt-e olyan időszak az életében, hogy éhezett például gyerekkorában, ezek mind-mind kimutathatók. Ha még azt is tudjuk, hogy ki volt az illető, mert mondjuk egy olyan múmiáról van szó, akinek a koporsójára mondjuk a neve rá volt írva, vagy fönnmaradtak történetek is róla, az meg még izgalmasabb. Az interneten számtalanszor láttam olyan videókat, és tényleg nagyon izgik, amikor mondjuk egy múmiának a koponyájából vagy bármiből rekonstruálják az eredeti arcát, hogy hogy nézhetett ki. Ezeknek mennyi valóság alapjuk van? Teljesen, mert ez anatómiailag abszolút fölépíthető, az izmok tapadási helye az mindenütt megvan. Konkrétan ezt kipróbálták már például Semmelweissel is, hogy a koponyájáról csináltak egy ilyen rekonstrukciót, és ugye őróla vannak fényképeink is, úgyhogy vissza ellenőrizhető, hogy teljesen hasonló. Ha most egy kicsit eltérünk a múmiáktól, ugye a világon számtalan olyan különleges pont, hely van, amiről mindenféle összeesküvés elméletek születtek, az UFO-któl kezdve ki és miért építette, ha múmia, akkor nyilván a piramisokra is gondolok. Miért van az, hogy ilyen népvándorlásszerűen járulunk ezekhez a helyekhez? Mit várunk mi ezektől a látogatásoktól szerinted? Hát szerintem csodát várunk, és azt, hogy valami megvilágosodás fog minket elérni, és a saját életünkben is, meg néha talán jó érzés arra gondolni, hogy nem vagyunk egyedül a világ egyetemben, és ezek mind ilyen bejövő pontok, mert az UFO-k csinálták ugye a Stonehenge-t is, meg a piramisokat is, hát ha valamit meglátunk azokból a misztikumokból, meg titkos tanokból, ami biztos nem, de ettől függetlenül van valami kellemes érzés ezeken a helyeken. Viszont ezek a kutatások, amit ti is csináltok ugye a múmiákkal kapcsolatban, meg hát sok egyéb mindennel kapcsolatban, akár azt a történelmet is átírhatják, amit eddig gondoltunk, nem? Tehát, hogy így megrengethetik azokat az alapokat, amiken nyugszanak a mi ismereteink.
Elméletileg igen, tehát sötétbe tapogatózunk, úgy is mondhatjuk, mert például honnan tudnánk, hogy egy bronzkori embernek milyen volt az étlapja, meg mit evett. Nyilván gondoljuk, hogy amit a környezetébe talált, de honnan tudjuk, hogy mit talált éppen. Bevallom, engem a jövő sokkal jobban izgat, tehát így hajtok arra, hogy megérjem azt, amikor majd így repülőautókkal fogunk utazni, meg ilyeneket, ilyenekben. De hogy azon töprengtem, hogy vajon a múltunk ismerete az mit adhat a jelenünkhöz? Miért leszünk tőle többek, mások, vagy mit tanulhatunk az elődeinktől? Ó, rengeteg mindent lehet tanulni. Elég végignézni a történelemnek a háborúit, hogy hogy néztek ki, hogy alakultak ki, mit csináltak, és hogyha tudnánk tanulni a történelemből, akkor bizony nem esnénk bele még egyszer ugyanazokba a csapdákba, mint így. Hát, az bizony nagyon jó lenne. Seffer Krisztának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a konferencia, illetőleg az Orvostörténeti Múzeum elérhetőségeit is megtalálod a beszélgetésünk alatt a leírás rovatban. Érdemes egyszer elmenni mindenféleképpen a múzeumban, mert hogy nagyon sok izgalmas dolgot láthatsz. Ez a Maja Meséi.